Sziasztok! Ez a rég nem látott e-cigi tesztek külön kiadása, ha mondhatjuk így. Így van. Fifikával, videós külön kiadás. Videós külön kiadás. Fifikával beszéltük, hogy van egy halom podunk, és akkor csináljunk egy podkeddet. Így van. Összeraktuk, amink van. Nem félreérteni, nem, igen, úgy. Igen. Számolok gyorsan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ez akár szerencsétlen szám is lehetne. Kiderül a végére. Végig kóstolunk mindent, kipróbálunk mindent, amit lehet, és megmondjuk, hogy ez miért jó, miért nem jó, mi a frankóság, és mi nem. Melyikkel szeretnék kezdeni? Figyelj. Ott fölülről így, mivel hagyjuk lefelé? Fölülről lefelé. Jó, hallom. Akkor... Te kapsz egy Aspire Breeze-t. Aspire Breeze, ez egy aránylag egyébként nehéz, igaz? Tehát, igen, úgy, van, úgy van. Érzed, hogy van benne van anyag. Van súlya, van benne anyag. 650 milliamperes aksi van benne, ami nekem baromi furcsa, hogy ez működik úgy is, hogy szívod, meg van rajta nyomógomb is. Hallgasd? Mi értelme van? Nem tudom. Ja, hogy aki nem tudja megszokni, vagy aki tudod, nem tudom. Olyan gyengén vagy szívja. Annyira gyengén szívja. Szívás, ja, hogy próbálunk valamiféle szempontokat találni. Én most már azért elég sokat kipróbáltam, és nekem, ami a leginkább ilyen, hogy is mondják ezt, szempont, vagy kiemelkedő szempont, az a szívás erősség, az ízvisszaadás és a TH. Tehát szerintem ekköré a három köré lehet jó fölfűzni ezt az egészet. A Breeze-t azt pont úgy csinálták meg, hogy majdnem jó MTL-ként. Tehát így beleszívsz, és akkor van egy pici gőze, de érzed, hogy sokkal több levegő. És akkor én úgy szoktam ezt átverni, hogy itt még engedek be. És akkor egészen. Aha. Arra emlékszel, hogy ebben mekkora ellenállású a kazán? Nem, de ezeket le fogjuk írni. Jó. Azt majd külön leírjuk a weboldalra is. Meg akkor azt csináljuk, hogy a videó alá belinkeljük az összes terméket, hol lehet megvásárolni. És akkor lehet boostolni. Szerinted több. Jó, add ide. És akkor a következő versenyzőt adom Fifikának, és akkor így vetésforgóban tudjuk. Ez pedig a Vaporessónak a Nexusa. Szívjad, fiam, addig én ezt nézem, hogy milyen. Ahogy megszoktuk már, hogy kell ezeket fertőtleníteni, így a nadrágon megtörik, és igen, már igen. Is jó. A Vaporesso Nexus az egyébként egy hihetetlen jó cucc. Tehát nálam ez a top listán az egyik olyan cucc, amit állandóan használok. 320 vagy 360 milliamperes aksi van benne. Baromi egyszerű használni, nem olyan nehéz, mint a Breeze. Aránylag jól bánik egyébként az akkumulátorra. És lehet állítani 3 fokozatban a feszültséget rajta. És ez már ilyen MTL feeling. Közben mondom én az Aspire-nél mit vettem észre. Az összes készülék, ami nálam volt, ennél a legegyértelműbb, hogy mennyi likvid van benne. Igen, igen. Tehát ennek az ablaka, ez tökéletes, abszolút. A sötétben is abszolút. Bőven látszik, és nekem túl hamar kikapcsol a vákumkapcsoló. Hallottad a végén? Aha. De erre lehet nyomni a boostot, tehát kompenzál valamivel az Aspire. De borzasztó szar a likvidet. Én kérek, ez is az valami dohányos. Igen, kors. Igen. Ah, jó. Oké, ezt én félre is teszem, mert... Tehát a Vaporesso 3 fokozatban állítható, full automata, tehát ezen ugyan van egy gomb rajta, de ha ezt megnyomod, szerintem csak azt látod, hogy föl van-e. Uh-huh. Töltve vagy nem. Ha 3-szor megnyomod ezt a gombot, 1, 2, 3, akkor most zöld. Valószínűleg
állítottam nem tudom, valószínűleg feszültséget állít egyébként. Igen, mert vannak olyan készülékek, amit már kitettünk az ECG akciókba is, hogy igen, tudod állítani is több rajta, hogy egy picit lépésben a feszültséget. Térjünk már tényleg csak egy hangyafaszányit vissza, vedd le a tetejét. Ezeknél a készülékeknél már aránylag ki van küszöbölve az, hogy a likvid a szádba csorogjon, mert van egy ilyen baromi széles szipka, és nem direkt be a csőből szívod föl, hanem körülötte van egy tér, ahova ha esetleg megfolyna a cucc, akkor ez a... Azt itt ne hagyjuk, ez az előzőnek a kupakja, és még van kupakja is. Ami feltűnt, hogy ott menet közben, szívás közben nem látod, hogy mikor kapcsol, mert nincs rajta kis visszajelző LED. Van, képzeld, csak... itt világít. Hát az gyönyörű. Oké, tehát egy tükör előtt. Ez csak sötétben tükör előtt lehet egyébként látni. Más a likvid, jobb az íze, már hogy ízesebb. Nekem ez nagyon bejövős. Még tovább is dolgozik, mint... Nekem ez nagyon bejövős, tehát pont az a sztori, ami kell. Igen, kicsit fura, hogy a szopókája szélesebb, lehet látni is majd a bírollokon. Nem annyira védett azért, tehát ezt nem kéne így a macska elé dobálni, mert nem annyira védett a fertőzésektől. Viszont van egy olyan készülékünk, ami mind a kettőnknek van. Nézzük meg a Sorin droppot, Sorin akkor az legyen a következő, neked is van? Bányász kégen van valahol nekem is. Aha, megvan. Természetesen a legalul. Oké. Ennek már tudunk dobozát is mutatni. Ezeket majd bírólogban megmutatjuk, hogy néznek ki. Nagyon ízléses egyébként magában a készülék. Az enyém fekete. A tiéd zongoralak fekete, ahogy nézze. Igen, ez az új lenyomat mágnes. Az enyém meg ez a nem tudom én milyen kék. Na és ezen semmit nem kell bűvészkedni. Ezen még be se kell kapcsolni, csak semmit nem kell bűvészkedni. Nem meleg a gőze, és a kapcsolója az szerintem pont fasza. Tehát ez a drop a másik, nálam legalábbis ilyen toplistás készülék, ami tényleg nagyon korrektül. Borzasztó egyszerűen lehet kivenni a tankját is, ez valami kis mágnese, vagy várjál? Nem, egy kis pöcök, ami simán, a helyére tartja. Simán egy pöcökkel szorulra. Egy rossz hírem annyira van. Ma beszéltem pont a kínaival, és mondtam neki, hogy ehhez kéne cartridge, és azt mondta, hogy nincs. Hát azért az úgy elegáns, hogy meg tudod venni a készüléket, de hozzávalót kazánt nem. Úgyhogy hát vannak alternatív megoldások, honnan lehet a kazánkát beszerezni. Itt viszonylag könnyen lehet látni, hogy mennyi likvid van még benne, az ember a fény felé vagy lámpa felé tartja is. Igen. És egyébként bent a kazán alatt van egy LED, ami megvilágítja az egész, igen, úgy, mint fűfűk, hogy rá kell bonzsítani. Nem igazán látszik. És a kék akkor jó. A piros akkor merül. MTR-re. Tök fasza egyébként szerintem. Nagyon. Az íze is jó. Nézzük a súlyát a tiédnek. Egyforma. Azt hittem, hogy a bevonat miatt nehezebb ez, de nem. Tudod, mi jutott eszembe? Hogy mi? Ezzel miért lehetne kacsázni a víz? Jó, akkor jön az én következő versenyzőm, ami nekem jött, ez a Smoke-nak a rolója. Kiköpött úgy néz ki, mint a Lamborghini kulcstartója egyébként, és szép, tudod, mint a zsiráv, de otthonra nem kéne. Ez az, ami addig szép, amíg a dobozt kinyitod, és utána ahogy így közelíted az ujjad, már új lenyomatos, és pukott van. Egyébként ennek viszont már mágneses.
a cartridge behelyezése, és itt a lenti leddel, tehát nem kell annyira bandzsítani, itt van egy kis led, és úgy fogom, mint a cigit. Ez kinek a készüléke? Ez a smoky. Smoke. És ebben a mandarinos tuccod van. Aha. Ez egy icipicit talán vastagabb, mint a drop. Igen. Hasonló a formavilága, de nekem egyébként ezek a lambós cuccok sose jöttek be. Ha valaki még emlékszik a kínai telefonokra, tudod, volt ilyen, még a nyomógombos időszakban, igen, ilyen Lambo, meg Jaguar telefon. Én még ezt a kettőt használtam, ez volt a második helyezett. Egy picit nagyobb a levegője, mint a... Nagyobb a levegője, és annak, mintha TH-sabbnak éreznéd. Uh-huh. Ez olyan kis light-os. Nem rossz egyébként. Emlékszel rá, hogy a nikotin konferencián láttunk valakinél? Igen. Ugyanilyet. Úgyhogy ez se rossz egyébként. Jöjjön akkor a Yokken Hive 2.0. Ez a legolcsóbb cucc. Kíváncsi leszek a Charlie-ra, mert tehát konkrétan én ledermedtem, hogy egy mekkora fostalicska amúgy. Ez ősbemutató. Ősbemutató. Most szívom, mit lehet ezt tekerni ezen, vagy mi ez? Húzd ki. Ezt? Tehát ha valaki még emlékszik az ősidőkre, szerintem ez a kazán 5 éve semmit nem változott. És akkor, aha, mágnes. És mágnes. Amúgy nem lenne rossz a koncepció, én azt gondolom, de szar helyre tették a nyomógombot. Bazári fehér a fénye. Bazári fehér a fénye. És baromira nincsen gőze. Hát én azt akartam, hogy szar a likvidet, de az a baj, hogy ez mindenképp csörög. Tehát igen, vagy a igen. Gomb, vagy ha a gombot igen, lefogom, igen. Akkor fönt a... Tehát engem arra emlékeztetett, hogy ilyet tudod hol lehet venni, amikor kimész a búcsúba, és akkor ilyen mindenféle... Ez a két málcás. Igen, igen. Prémiumok akartak lenni ezzel, hogy fém, de nem jött össze, bazd meg. Nem jött össze, és ha jól emlékszem, ez ilyen 9 dollár körüli áron van. Brutális. Egyébként az olaj mi ez? Hát van olyan e-cigaretta, ami arra van kitalálva, hogy ilyen különböző olajokat tegyél bele. És ez a kazán, meg a kialakítás, meg minden engem erre emlékeztet, ezekre a cuccokra, és ez annyira gyönge, hogy már tényleg én szégyeltem, amikor elkezdtem szívni, hogy mi ez. Én kérek elnézést. Én azt a fütyülést is hallom, tehát ez brutális. Oké. Okay. Ezt nem ajánljuk. Ha nem akarod hazavinni, még üres a kuka, hogy fér. Ez, ami most jön, az OVNS, ez tegnap jött. Nem is emlékeztem rá. Ez egy szép készülék. A készülék szép, a tankja nagy, egy a bajom, baromi lassan issza föl az elsőt. Tehát nagyon száraz. Hát mondjuk milyen volt a vatta? Nagyon száraz. Nagyon száraz. De hát egy jó 10 perc kellett neki, és úgy, hogy már idegállapotban voltam, kivettem, szívtam, már minden bajom volt, de aztán rájöttem, hogy nem kell kivenni, hiszen ennek az alján van egy on-off kapcsoló, tehát úgy is lehet, hogy kikapcsolod, és úgy szívod. Egyébként, ha bekapcsolod, látod, hogy azért bazári, tehát itt villog színesen minden. Rájöttem, hogy azt akartam mondani, hogy nem annyira új lenyomat mágnes, de ahogy így megfogtam, láttam, hogy de igen. Egyébként annyira nem, mint a Smoke-nak a rolója, mert így ha ráfogok, akkor annyira nem gáz. De rájöttem, hogy nekem ezek a négyszögletű kerek erdő, hogy a sarkán kell szopkodni, ez olyan fura.
hogy ez a így fognád meg és szívnád, ehelyett így a melyik sarkát, melyik sarkát? Forma idegen. Zölden világít szopás közben. Figyelted, mennyi gőze van? Az ízes. Ez azért, tehát az ízes egy picit megveri az előző versenyzőt. Az ízes sokkal több. Most jön a beugratós. Megnézem, mennyi likvid van benne. Nem látom. De ki kell venni. Viszont úgy azért eléggé. Van benne. Ezt is valami mágnes talán, várjál? Igen. Aha. Igen. Mágneses, de itt ez az ablak bazári, és fölöslegesen van rajta. Szopkodja. Túl nagy a levegője, túl kevés a gőze, az íze gyenge. És milyen könnyű. És mi lehet ebbe akkumulátor szinten? Mondom neked, és akkor tedd mellé a Suorin droppot a kezedbe. Igen. Szerinted melyikben van több delej? Ebbe. 380 mAh a Suorin, és 500 ez az UV-es. Ez kizárt. Papírra ez van írva, nem... Tudod, ez a... Emlékszel, ez a PMPO. Volt egyszer egy ilyen, hogy a kínaiak itt a 1000 watt hangfal, de PMPO. Igen. És a mai napig nem tudom, mit jelent a PMPO, de az 1000 watt az 10 watt volt nagyjából. Hát ez borzasztó. Igen, tehát nem hazudta ő meg a kinézetét. Nem. És barom, tehát ilyen könnyű 500 millió peres aksi még az életben nem járta. Ezt kijelenthetjük, hogy... Valószínű. Ehhez bezzeg, tudnak cserekazánt, küldtek mellé 5 darabot. Hát, de kinek? Nem rossz. Na, nem rossz. De ízre sehol nincs mondjuk a Suorinhoz képest. De én rárepültem közben, míg te azt a fos szívtad a SkyNow. SkyNow X kit. Igen. A doboza teljesen de rendben van. Nekem marhára tetszik a doboza. Egyik oldalról kivesszük a podot, másik oldalon a töltőkábel, meg a leírás. Kicsit az angol telefonfülkére emlékeztet, vagy nem tudom. Igen, és akkor van nekünk ez a két részből álló valami, és Vigyázz oda. Hoppá, tehát az zsebkosz elleni igen, védelem. Ez a szemi zsebkosz védelem. Ez volt már benne likvid? Van is. Jó. Egyféleképpen lehet összetolni, ahogy igen. Látom, ez hülye. Egyébként összebírod tolni mind a két féleképpen, csak az egyik féleképpen működik. Várjál. Ez. És így bekattan úgy. Nincs is rajta kikapcsoló gomb, mert... azt föltételezik, hogy te ezt ha használod, akkor összetolod. Jó, hát a formája nem vett meg engem, de ott van az X, you know. Igen. Ezt így lehajtom, így lifeg a francba, de legalább az látszik, baromira hogy mennyi likvid van benne. Baromira nem lehet vele mit kezdeni egyébként, tehát az engem rettentően zavart. Ez se nem DL, se nem MTL, szerintem. Egyébként ez a Vision cégnek a terméket. Te még, meg én is még emlékezhetünk a Vision cuccokra. A méltán sokáig használt Vision Spinnerre például. Nem jó, nem kényelmes. Nekem is, tehát nem az izével van a baj a kazánjával, hanem szádba veszed ezt a szögletes szopókát. Elbaszott a forma tervezése ez konkrétan. Ez sehogy nem jó. Tehát ez egy az a lehajtható válpánt, az meg konkrétan engem zavar. Ez? Igen. Szerintem ez semmit nem véd. Tehát az fölhajtva jó, de úgy meg nem lehet szívni. Aha. Ott a led is tehát szívom, abba hagyom, figyelj. Igen, azt én... Arra én rájöttem, hogy az így még egy picit így dolgozik. Német van? Lassú.
lassú vagy hosszú benne a vezeték, és sokáig tart, míg odaér az áram, nem tudom. Nem tudom, szar a likvided, vagy ez erős? Nem? Ez köhög? Nem. Szerintem szét van húzva benne a tekerés. Azért ilyen. Tehát ugyanazt a likvidet raktam mindenbe, és ebbe engem is köhögte. Na, erre kíváncsi leszek. Miután elmondtad a véleményed arról. Szóval ezt én egyébként nem ajánlanám senkinek. Tehát amúgy anyagában teljesen rendben van, súlya is van, biztos, hogy ezt az akkumulátor. De ez már megint az, hogy megcsináljuk fémből, hogy jó legyen, aztán nem jött össze. Satöbbi, de ez konkrétan egy kicsit a használhatatlan kategóriát testesíti meg. És borzasztóan pattog a... Ahogy valamelyik adás alatt írták, mondjátok meg, mitől köp a kazánon. Köp, igen. Igen. Na, forintot nem ér. Szerintem sem. Viszont! Viszont drága. Viszont drága. Ez a Just Fog, ez szimpi. Nekem nem, majd ezt is elmondom, hogy... Jó, miért. Elsőre mondom, akkor ez szimpi, mert egy az, hogy... Mit nyomtam még? Bárhogy rá tudod rakni, ahogy nézem a kazánkát, pattintgatós, és van szopóka védője, de igazából ez nem véd, csak hogy ne essen le róla szerintem. Az sem véd, és ha jobban megnézed, akkor ez inkább ilyen inkzsebbedugó sztori, tehát a ógyú be lehet akasztani. Itt, ahogy látjátok. Igen. Be lehet akasztani. Mi ez a gomb? Hát a nyomot kell. Ja, ez nyomós? Igen. Várjál, már most tudom, hogy mi nem tetszik. Tehát az baromira, ugyanaz a probléma, mint az előzővel, hogy az baromira nincsen. A feketét fogom, akkor... Miért nem csinálta meg úgy, hogy azt le lehessen egyenesre hajtani? Sokat levon a pontértékéből a lábszag ízű likvidet, de... Nem jó se, hogy ezt nem jó fogni, vitt én. Okay. Tényleg kényelmetlen. Igen, pedig jónak indult. Akartuk, hogy szimpatikus is volt az elején. Hát automatában nem megy, nyomni kell, és nem értem a tervezőket, hogyha ezt egy picit lejjebb tették volna, ide lehetne ezt a szart lehajtani. Én próbáltam egyébként, de akkor így néz ki, tehát nem igazán az a... Felesleg így kényelmesebb is fogni. Úgyhogy ezt sem ajánljuk igazából. És akkor jön a következő versenyző, annyira mellé nyúltunk már itt ezekkel, hogy megint megláttam a szórint, nem mondom, ez biztos jó lesz. Ahogy látom, ez olyan, nem fogtam még sose, előjáróban kell közölni. Tehát ez olyasmi, mint a régi rendes cigi formájúak, hogy berakod egy cigis doboz-szerű töltőbe? Így van, tehát van egy töltőállomásod, és kettő van benne. Igen, azt néztem, tehát, hogy ezt egyszerre is tudjuk megfordulni. Így van. Avagy két különböző. Ez egyébként azt hiszem a nevében is benne van ez a megosztás cím. Aha, tehát ez... Story. Azt hittem, ez csak a kupakja, de nem? Nem. Ez a büdös dohány? Nagyon pici egyébként, pici. Tehát akkor, tehát, amit az embernek a... Így el lehet rejteni. Szerintem a kinézetre a hírhet, méltán hírhet. Nagyon pici. Van egy kis fogása is ezekkel a bordázásokkal. LED is van rajta, visszajelzőfény. Ez egyébként töltésnél is kigyullad. Kétkezi munkásoknak. Mikor ásnak? Kérsz egy blászt. Nem tudok ásni. Nagyon fasza. Hát azért a szórinon érződik, hogy értik ezt a műfajt, szerintem. És ez a második.
Jó, ez nagyon jó. Ahogy nézem, oda-vissza föl tudom tenni a töltőre, tehát tök mindegy, hogy dugom rá, aha, és akkor villog a ledje is, hogy töltődik. Ez tök jó. És egy marokmod méretben tudták mindezt összehozni. Nem alakul ki vele az ízvakság, mert tudod cserélgetni az ízeket. Két ízt lehet benne tartani, akár. Egy picit a kiemelése az, tehát ezt így erő, mondjuk izzadkézzel elég nehéz kitolni, de ezt a középsőt az pillanatok alatt ki lehet venni. Nagyon egyszerű egyébként a kazánkája is. Jó, tehát a szívás erőssége jó, tehát kimondottan MTL baráta történet. Tehát ha valaki ilyet szeretne, hogy két íz egyszerre ott legyen, annak abszolút ajánlott. És akkor most jön itt a markomba. Ó, és meg is nyomtam valamit. Igen, nagyon igen, jó. Ez igen. A... Jaj, ez a... Ez, ez a... Igen, igen, igen. A Angry Bajusz. Szemből nézni. Engem így a Star Trek hajtóművére emlék, illetve hát ugye mi volt az űrhajó? NGC. Enterprise, hívjuk csak így. Az Enterprise űrhajó hajtómű gondolájára emlékeztető sztori. Ha nézem, hogy nem működik, de nem nyomni kell. Jó a fogása. Egyébként jó a fogása. Érdekes, hogy ilyen aszimmetrikusan lehet bekapni, mint a mint olyan, mint egy síp, igen, igen. Abszolút egy ilyen síp feelinged van. Furuljásoknak kimondottan előnyös lehet a használatban. Hozzá van szokva. Mi ez az utóvillanás? Nem tudom. Hello, élek még! Hello! Ilyen fura. És ebben egy elég komoly fejet tudsz cserélni. Igen. Tettem egy ilyen kis figyfasz valami, majd nem pattam bele, csak úgy a helyére kerül. Úgyhogy ez egy ilyen kis csodakészülék, de önmagában ezt most már tudja egy csomó másfajta készülék, és ezt a méretet inkább csak a dizájn, ami tényleg szép és... tetszik. Jó. Ajánlott készüléknek gondolom. Ez a Joytech Exceed. Nyugodtan meg lehet venni. Jó cucc. Abban a pillanatban, ahogy kimondtad, hogy milyen jó a dizájnja, elkezdtem kibontani a Vapjoy-nak az eléjét. Ez se csúnya. Ez se csúnya. Kényelmes, kézbe áll, kézre áll. Kicsit nehezebben látni a Liquidnek a szintjét. Nem. Hát ez akkor szokunkán, akkor miért van ez a két bizbasz? Nem. Így húzott szét. Hogy így? Ez a világ legszarabbú szétszedhető dropja. Nem, várjál, megindul! Ilyen szarul még nem láttam össze. Na jó, hát ez nem két millis. Cuccot. Ez nem két millis, és... Jó. Gyakorlatilag egy ego kazánt dizájnoltak meg, de borzasztó szarul van összerakva. Igazából csak egy shell, egy ilyen héj van köré építve. Azt mondja, 4,2 volt 800 milliamper óra, input 500 milliamper óra. Ez DL. DL, és még folyt is. Tehát szerintem is szar egyébként. Lehetetlen a nyomógombja.
Lehetetlen. Szarhelyen van. Gyengora készülékbe automatát kellett volna csinálni. Mert ez a másik probléma, olyan a szopókája, hogy így ráteszed a szádra, és már arra predesztinál, hogy DL-be szívja. Igen. Nem is tudom, MTL-ként szinte használhatatlan a sztori. Pedig kényelmes, mert egy puha gumi a szopóka része. Cserébe milyen kurva jól lehet takarítani. Igen. Gyakorlatilag sehogy. És megint bebizonyosodott, hogy ugyan valószínűleg dizájnt tudunk, de betartalmaz a nullával egyenértékű. Hát ez nem az a két másodperc alatt megtudtam. Még egyszer mondjuk, ez kinek a cucca. Ez a Valjoy. Nem tudnak konkrétan készüléket gyártani, vagy nem tudom. Én nem. Sem. Te sem. Viszont akkor itt van az Anlernek a nano... a függöny rajt zsinór, Berkeley. Az valami ilyen... Nem tudom. Ez ilyen diáksziget feeling, igen. Azon akarod lóbálni. Ez még mindig az előző kapar, bakker. Az előzőkhez összehasonl. Van egy szopókavédő rajta. Hát ez a szopóka, ez mi? Nézted? Néztem. Ez nem hülyeség egyébként, ha köp a likvid. Mert ha belülről megnézem a szopókát, olyan, mintha belenéznék egy kürticsiga házába. Szóval. Tehát van benne egy ilyen csavar, de direktben nem látok rá a kazánra. Mert hogy ilyen a kazán benne. Nem tudom. Hát tudod, az a fajta, ahol beszívod a levegőt, lent megfordul, és úgy jön vissza. Tehát azért van megosztva, vagy azért látod megosztottnak a szívó nyílást. Jó. Ez az újabb elbaszott konstrukciók egyike, amin fönt be van jelölve a szívás erősség, csak azt nem látom, hogy lent, azt mihez kéne viszonyítani. Hát az csak úgy tudod, hogy szívod és tekered. És akkor érzed, kérdezem, hogy mikor igen. Zár el egy de, kicsit. Na, oké. Okay. Legszarabb helyre tették a nyomógombot, Charlie. Tehát... Konkrétan útban van a kezed. A likvidet legalább látom, hogy hol van. Egyébként a... marha jó a mérete. Tehát ez az egyébként, ami úgy néz ki belülről, mint az ego, a jó. Így tehát van, igen, akkor ez olyan, hogy a likvidet föltölti az ember, és utána a kazán belenyomja, és a kazán alsó része érintkezik. Na. Bazári villogás kipipálva. Zöld, tehát onnan föl van töltve. Hangja van! Gőzze nincs. Ez mi volt? Nem tudom. Na, várj egy kicsit, tekerek ezen a... Ez nincs is. Nem tudom, hogy a... Ja! A szopókán van egy jelölés. Bocs. Szerintem ez inkább DL, mint MTL. Igen, és én kimerem jelenteni, hogy jó lenne ez, ha nem lenne szar. Igen, de szar. És csörög. Jó, mert tudod, hol van, melyik zsebedben. Viszont mikor leveszed, hogy használjad, mi az, amit elhagysz? Legelőször ezt a kis szarkupakot. Az lesz a legelső. Oh. Na, szóval ez baromi jó nézett ki képen, egy ilyen picike, komplex, tényleg a betekintő ablak, ami azért az teljesen rendben van. Én még azt gondoltam a betétről is, mert azért az anyjók nem voltak olyan. Már itt van mellette a betét. Igen. Van még pót, ógyűrű.
betét, és nincs állítás, tehát hiába nyomom háromszor. Háromszor világban az kész. Hihetetlen. Fos. Dob ki a pirzsámat. És akkor elérkeztünk a leges, legutolsó versenyzőhöz, amit igazából nem is lehetne ilyen podnak mondani, mert hát ez egy T20-as Endura? Endura T20. Ami azért... Meg van egy kupa, ami most nincs itt, mert egy nyakbakasztunk van rajta egyébként, és ezzel visszatért a régi nyak... A dohányosan benne ez neked nem fog tetszeni. Hát ez még a 08-nál is kevesebb, ahogy így érzem. Na. Ez nagyon üt. De ez egy megbízható jó kis készülék, én szeretem, amúgy ebbe szoktam tesztelni a legkideket. Kimondottan MTL. Így van, tehát a levegő. És azért került be a válogatás, mert kimondottan az 50-es likvideket szereti. Na és amit én rendeltem, és nem Kínából, hanem Angliából. És ez már Varsóban is velünk volt. Ez már Varsóban is velünk volt. Megjárta a hadakútját. Mipod, pici, kompakt a kazánja, könnyen cserélhető, van rajta egy kibekapcsoló gomb, bár nem tudom, hogy mitől kéne félni ilyenkor, hogy kiszívja meg melletted vagy a zsebedbe. Itt az egész betekintő ablak, azért jól át lehet rajta látni. És nyakpánt! Mipod? Most már nincs az, mint a kocsiban. Tehát nem éget a második slukra, és ez pont az a kazán, aminél olyan elbaszott módon lehet állítani egyébként az MTL-ség fokát, hogy egy ilyen fél milliméterszer egy milliméteres kis műanyag pöcörőt lehet betolni itt a beszívó levegőjukba. Tehát az az, amit egyszer elhagysz, soha többet nem lesz. Viszont gőze megvan, íze is jó. Többfajta színben lehet választani éppen, mit szeretne az ember. Nagyon kis kompakt mérete van. Amúgy, ugye ezt már Varsó felé fél úton már teszteltük egyébként. És tényleg egy ilyen egyszerű... Nekem azért még mindig... Igen, konstrukciós probléma lehet, hogy túl közel van a kazán és a... Vagy illetve a tekerés. Szádhoz, de nagyon kis kompakt. És kurva sokat bír egyébként. Ebben a méretben, és tényleg jól látható a legvid az ablakban. Igazabb még a szipkában is. Nem csak az ablakban. Pofa. Szép. Ez nem magyarul. Nem. Én reménykedem benne, hogy nem valami átok. Ja. Nem valami átok. Ez az utolsó, amit megstukkolsz a kezedben. Végig teszteltünk most 13-at. Válasz ki 3-at. A dobogó első 3 helyezettje. Én azt gondolom, hogy én ezt magamhoz is ragadom. A joyteket, illetve, bocsánat, a készülékeket lássuk. A joyteket, soaring dropot, azt mindenféleképpen magamhoz veszem. Nekem ez a 3, ami szerintem a 3 legjobb. Jó, tehát a joytek, a soaring drop, meg a Vaporesso. Nexus. Nekem a harmadik helyezett
de csak azért, mert ha pod, akkor legyen már automata, akkor ez a Joytech, a második a Mi Pod, és az első pedig a Soarin. De ebben így megegyezhetünk. Mondjuk nálam az első helyen én ezt a kettőt így fölcserélném. Tehát nekem ez az, ami tetszik, jobban tetszik. Nem annyira gyűjti az új lenyomatot. Mondjuk a szitkája az lehetne védettek, hogy valamit kitaláltak volna. Ez meg egyszerűen... Szerintem ez egy ékszer. Igen. És hogy egy picit megmagyarázzuk, hogy most ezt miért teszteltük ezeket. Mert egyrészt nem a DL kazánoké szerintünk a jövő, és ezek azok a készülékek, amikkel mindenkinek meg tudod mutatni, hogy milyen az, ha nem vagy dohányos. Nem kell vacilálni, meg variálni, hogy te hány szálat szívtál, milyen erőset szívtál, hány éven keresztül szívtad, és akkor a végén mi lesz belőle, két hét múlva, miért szívsz megint cigit? Mert nem jött be. Ezzel meg gyakorlatilag nikotinsós leves, ez nagyon fontos. 50-50-es lé, mert ezek olyan pici kis kazánok, ezeknek azért kell a híg lé. Belerakja az ember az 50-50-est, mondjuk egy 20-as erősséggel, és a Pista bácsi, aki előtte 30 évig szívta a mezítlábas szimfóniát, annak is jó, csak szív belőle 20 strukkot, meg a Katika, aki szívta 3 évig a aranymalbórót, naponta 3 szálat, annak is jó, csak ő mondjuk 4 strukkot fog belőle szívni. Mert itt a nikotin sónál ugye, de javíts ki, rosszul mondom, nem az a, nem a torkodat veri meg. Abszolút nem. Nem érzett TH-ra a 20-ast. Hogy ilyen hülye képzavarra fogalmazza, fejben érzed, hogy most elég. Úgy próbáltattam ki valakivel, hogy rá akar gyújtani. Az azt jelenti, hogy már az agyad jelez, hogy kéne a következő 100 cigit szívni. És nem ezt osztam, hanem a vaporesszót adtam oda neki, és mondtam, hogy na, akkor ezt szívogasd. És azt hiszem, ilyen 5-6 sok után mondta azt, hogy ó, bakker, ezt érzem, hogy itt van. Nekem a snüssz. Meg nekem is. Csak én nem csuklottam. Én csuklottam, de még csak én meg simán 4 óra múlva rosszul lettél tőle, igen. De hogy ez is az, hogy érzed, hogy most kell abba hagyni, itt kell most abba hagyni, elfutni, elrohanni. Ja, de igen. És nézd meg, ezt én például nem fixen direkt ezt szipákolom, de mit tudom is, hogy 2 nap pont a megtöltesz 2 megveszekedett millilitert. Fillérbaszás Magyarország. Tehát ha valaki tényleg arra törekszik, hogy letegye a cigarettát, ne jöjjön ki rosszabbul ebből a történetből anyagilag, és ne élj át azokat a stádiumokat, amit a cigaretta elhagyása után egyébként már többször átélt, akkor mindenféleképpen legalábbis egy valamilyen podot, 20-as nikotinsós levest ajánlanék indulósnak. És utána lehet ezt egyébként. Azt gondolom, hogy pont a nikotinsó, miután nincs olyan kaparós TH-ja, pont a nikotinsó lehet az, amelyik úgy lehet lecsökkenteni a nikotinszintet, hogy tényleg nem veszed észre. És gőzre... Hajad, a cigivel, ugye annak idején, amikor kezdtünk, én még ebből a KRD 800, nem tudom, valami hülye szám volt a végén, és azokban azt hiszem 1 milli volt becsöpögtetve vaterinba, és az valami hidas kazánnal csatlakozva
stb. És akkor a... 0,8 vagy 1,8, várjál. 0,8 vagy 1 milli. Nem volt az 1,8-os szerintem. Mindegy. Tehát, hogy akkor örültünk neki, hogy akkora gőze van, mint egy cigarettának, ezeknek pedig jóval meghaladják azért a hagyományos cigarettának a füst mennyiségét gőzben. Azt azért tegyük hozzá, hogy itt voltak olyan készülékek, és azt érdemes azért nézni, mikor az ember rákattint, hogy megvásárol, megnézni, mert a kínai hülye hozzá. A kínai nem ért hozzá, csak el akarja adni. A kínai belerakja a felhőbaszó kazánt, ilyen nulla, láttam múltkor 0,3 meg 0,5-ös ellenállású kazánbetéttel, egy ekkora potban. 380 millió. De legyen mondjuk 500-as. És akkor megszívod, DL, meg nagy gőz, de már megint szereptévesztésben vagyunk. Tehát ilyen egy, azt hiszem pont ez 1,8-as, vagy 2 ohm, valami ilyen magasság, 1,6 és 2 ohm között van talán a drop, 380. Ezt kétszer töltöttem, mióta megvettem. Ez tök jó. Ez ennyi. Nem ezektől kell várni a nagy gőzt. Igen, tehát ha igazán spórolni akarsz, akkor ezekkel lehet spórolni, és ezekkel még azt gondolom, hogy még a trafikos likvidárak mellett is olcsóbb tudsz lenni, mint a dobozos cigaretta, és nem kell kompromisszumot kötni az otthoni pancsolással. Bár épp ma olvastam, valaki írta, hogy a trafikba csak szarlik hideket lehet kapni. Nem, csak olyanok is vannak. Igen. 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 Úgyhogy zárjuk akkor ezzel, és elmondjuk még egy... Félrement. Elmondjuk akkor még egyszer, hogy az első három helyezett között volt a Joytech, a Soaring Drop és az Aspire-nek. Nem. Vaporesso. Vaporesso, bocsánat. Vaporesso, én azt gondolom, hogy ha valaki választ magának podot, ismert gyártójét vegye. Tehát a Vaporesso, a Soaring, a Joytech, esetleg még mondjuk az épp nincs itt, Kanger, de olyan tényleg olyan gyártónak a készülékét válasszuk, amelyik már bizonyított a piacon minőségbe, tudásba, mit tudom is én, és nem kurva jó dizájn, és két hét múlva pedig kuka, mert szar. És ami nagyon fontos, mindenki nézze meg, amikor odat vásárol, hogy van-e hozzá kazán. Igen, vagy ha ott nincs, akkor hol tud hozzá kazán tenni? Ezt ajánlom mindenkinek, egyébként a Vaporessohoz van. Ehhez láttam, de hol vetted? Nem vettem hozzá. De az még majd a... De hol vetted? Gépeztem. Gépeztem. Vásároltam 99%-et és a készülékeknek. Úgyhogy... azt gondolom, dropra föl, másodkészüléknek mindenféleképpen. Tehát még hogyha a felhőbaszót használod napközben, vagy kicsit erősen be készüléket, akkor is másodkészüléknek én azt mindenféleképpen. Ez a templomba járós. Templomba járós, meg ebből ide, nem tudom, én 5-öt rakok be. Még egyet. Csak hogy az íze. Csak hogy mégis. És azért ezt, ha betesszük, akkor ez már látványosan itt van. Még ezek nem. Tehát más. Megtegyük hozzá, hogy azért nem mondjuk, hogy csinálja mindenki ezt, de ha valakinek csak úgy jön az ihlet a dupla nullásban, akkor elmegy a budira, és egy ilyennel. Teljesen abszolút diszkréten lehet dolgozni. Tehát azt gondoljuk, hogy a jövő, és Charlie mondta ezt a jó előbb ki, de én is ezt gondolom, hogy a jövő nem a DL készülékeké, hanem az MTL-eké és a még kisebb készülékeké.
nem kell ide 300 watt, és ezzel be is zárhatjuk. Nem kell fölrobbanja. Ez nem, tehát 380 mAh-es akkumulátor nem fogja levinni a kézfejedet, meg nem kell szájplasztikát csinálni hozzá, ráadásul ezek mind rövid zárvédettek. Sőt, ezek a készülékek, erről biztosan tudom, de az is lehet, hogy ez is, ezek már azt is érzékelik, hogyha lefogyott a likvid belőle. Tehát nem fogom megégetni. Jó, akkor maradjunk annyiban, hogy az összes terméket, amit csak tudunk, a linkjét berakjuk a videó leírásába is, meg majd a weboldalon valami hosszabb cikket írunk róla. Így van, oda is berakjuk, egészen nyugodtan. És akkor lehet csemegézni közülük, hogyha meg kérdés van, akkor a videó alá írjátok meg kommentben, és akkor igyekszünk rá válaszolni. Most pedig megyünk, és szívunk egy kis déjjelkoztatot. Rani, mégiscsak nem az az igazi. Megyünk és rendet rakunk magunk körött, mert most mindenhol csak podok vannak. Úgyhogy örülünk, hogy végignéztétek a videót, dobjatok egy lájkot, ha tetszett. Nyugodtan diszlájkoljátok, mert azzal is nekünk segítetek, hiszen annál több reakció van a videóra. Csókoltatunk mindenkit. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok!